folytatjuk tovább a délelőttet, és az új színházról, az új évadról, a premierekről fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Tordai Teri színművésznő. Nagy szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Talán először kezdjük az egészségével, hogy van most a művésznő, mert hogy a premiereket egy picit még el kellett halasztani itt az új évadban. Köszönöm szépen az érdeklődést, jól vagyok. Hála a jó Istennek, és éppen mesélem itt az egyik kolléganőnek, hogy nagyon örülök ennek a felkérésnek, a Bonum TV-nek a felkérésében, ugyanis nem vagyok nagy tévénéző, és valahogy nekem ez kiesett a figyelési körömből. De a Jóisten segítségével, amikor a kórházból kijöttem a hetedik nap, rettenetesen hiányzott nekem a ferenceseknél a vasárnapi szentmise, mert én a Pasarétre járok, ha elérem, akkor a diákmisére, ahova tudom, elviszem az unokáimat is, és éreztem, hogy van bennem egy feszültség, hogy hiányzik, hogy valahogy megszűnik az a kapcsolat, amihez én kevés vagyok, hogy nekem azt kell hallani, kell azt a légkört átérezni. És nem nagyon néztem televíziót, és pakoltam, és kikötöttem a Bonum TV-nél egy esti 8 órás Csíksom Jói Szentmise. Na hát ezt nem is tudtam, hogy művésznő, és akkor Bonum néződött. Így találkoztam a Bonum TV-vel, úgyhogy azért örülök, hogy végre találkozunk, és itt beszélhetek. Timko Eszter kolléganője már járt nálunk, ő róla tudtam, hogy mondjuk ismeri, vagy hát nézte korábban is a Bonum TV-t. Akkor térjünk egy picit rá a premierekre, mert hogy Eszter Gályos Cecíliával lesz majd egy közös produkciójuk a tavasz folyamán. Igen, hálás vagyok az igazgatónak, Dörner Györgynek, mikor fölhívtam, hogy Gyuri, nem fogad, jól vagyok egészségileg, minden régi szerepemet, már pedig jó sok van, majd mesélek róla, vissza tudom venni, de egy 2 hónapi próba nekem sok, az megterhelő lenne, és nem sértődök meg, ha esetleg átosztod a szerepet, semmi baj. De azt mondta, hogy Teri, megvárunk, és így átment a premier a Zserbó Tangó tavaszra. Ez azért vicces, mert két finoman szólva idős színésznőről szól, akik közösen kibérelnek egy szobát. Mi éppen a Cilivel nagyon jóba vagyunk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a jó barátság az akkor a színpadon kívül is létezik? A színpadon nem igazán jó barátok. Pont ez az izgalmas, hogy az egyik az Operett Színháznak volt a nagy sztárja, a másik a prózában volt nagy sztár, Cili az Operett, én a próza. És ahogy általában elképzelik, hogy mindig ellentétben vannak a különböző műfajban dolgozó színészek, lehet, hogy féltékenység, és mivel mi a Cilivel nagyon jóba vagyunk, ilyenkor mindig könnyebben játssz el az ember a féltékenyt, a kicsit gonoszt, a kicsit másikra irigykedőt, bátrabban ugrunk bele, mert tulajdonképpen a lelkünk tiszta. Játék. Igen. Akkor ez nem lesz nehéz majd a színpadon ezt megvalósítani? Nem, hogy ez jó lesz, és Dörner György rendezi, ő a rendező, tehát ő, aki szintén színész, nagyon sok ilyen szakmai titkot tudunk belevinni, hogy mi is az, amikor az ember már nem játszik, mennyire hiányzik a színpad, az ízlés mennyire változik. Nagyon izgalmas feladat lesz tavasztal. És Bordán Irén lesz a főbérlőjük Igen. majd. És arról muszáj beszéljek, hogy az egy Isten ajándéka számomra, hogy ilyen idős korban az embernek nagyon fontos, hogy hova megy be dolgozni. Vagy ahogy az elején elmondtam, hogy miért jöttem ide boldogan. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak udvariasság volt, de hogy együtt vagyunk lényegében egy idősebb korosztály, akire azért a közönség emlékszik, és úgy érzem, hogy szeret minket, férfival kezdek, Koncz Gábor, Eszter Gályos, Szili, Bordán Irén és jó magam, mi négyen vagyunk azok, akik egy picit tudunk arról beszélni, vagy olyan stílusban létezni, amit még mi tanultunk a régiekről, ki a Víg Színházban, ki a Nemzeti Színházban, ki a Thália Színházban, a Cili, és azt tovább tudjuk adni a fiataloknak. És a fiatalok meghallgatják igen, önöket, igen, vagy érdeklődnek, igen, szeretik a... Az jellemző a mi színházunkra, és ennek nagyon örülök, hogy olyan a légkör, hogyha egy vendégművész bejön, akkor azt mondja, te jó Isten, hát itt mindenki szereti a másikat, itt mindenki mosolyog a másikra. A munkában nagyon fontos a légkör. Ez az egyik. A másik, ugye a színháznak az lett az elképzelése és a programja, hogy magyar darabokat játszunk.
és sok támadást kaptunk a színház indulásakor, úgyhogy nagyon ellenszélben dolgoztunk, nem volt könnyű, de lényegében kialakult, hogy úgy lehet hozzánk eljönni, és úgy tudom meghívni az unokáimat is a színházba és a lányomat, hogy a Jókai Mornak a Kőszívű ember fiai az abban a korban játszódik, azzal a hittel játszódik, olyan ember karaktereket mutat be, akik akkor éltek, tehát nem hamisítjuk meg, vagy például Eszter Gályos Cili a Sári Bíróban, Móri Zsigmond, játszunk Mikszátot, Móri Zsigmond, Szerbantat, Vas Albertet, például ma este van az első előadás a színházban, a Vas Albertnek a Funtinelli Boszorkány, ami azért különleges, izgalmas, mert minden ellenkező híresztelés ellenére telt házzal játszák, nem lehet rá jegyet kapni. Én magam is, be kell valljam, persze, hogy tudtam Vas Albertről és többek közt a Funtinelliről, de én nem olvastam el, és én se ismertem. És a három kötetet színpadon megvalósítani azért nagy dolog, kihívás lehetett. Beültem a premierre, és a Kerényi Imre egy olyan csodát rendezett, hogy egyszerűen megérintett az a légkör, azoknak az embereknek a karaktere, amit én persze már most 2017-ben mesének látok. Na de miről szól ez a mese? Feltöltött, jókedvűtett, tudtunk utána beszélgetni, hogy az újdonság erejével hatott. Nagyszerű, nagyon szereti a közönség. És ahogy említette, hogy ellenszélbe indult az új színháznak az új működése, igen, vagy hát az igazgatóváltás után, ez most már így beérett, vagy hogy kedvelik a fiatalok, elmennek az előadásokra? Itt említette ugye az unokáit, ők akkor most már színházba járók lettek? A jó munka és a szép munka az mindig meghozza az eredményt, és minket a közönség igazolt vissza, hiszen mindig az volt a probléma. Nem foglalkozik velünk a sajtó meg a kritika, de az nem baj. Kezdetben persze fájt, mert megszokta az ember, hogy én a közönség olyan visszajelzést adott, hogy szájhagyomány útján terjedt el, hogy tehát ezt meg kell nézni. Március 15-én, amikor a Kőszívű ember fiait játszottuk, ami pedig filmen is megy a televízióban, egy olyan erős előadás, hogy fogtuk egymás kezét, és már ötször ment le a vasfüggöny, és az egész nézőtér állt, nem csak fiatalok, hanem szülők, felnőttek, 25 percig tapsoltak, úgy megérintette őket, mert megkapták a irodalomnak és a művészetnek a tisztaságát, és ez az embereknek elterjed, és jönnek, és ez jó, nekünk ez elég. Baradlai Kázmérnét játssza ebben Baradlainét, a darabban. Baradlainét, igen. Milyen ez a szerep, vagy hogyan... Hogyan ne arra, hogyha letegezlek, igen, mert olyan vagy, mint a lányom, vagy a unokám lesz majd. Ehhez sokan játszották el, és a film az gyönyörű, azt mindig én is megnézem. És ember, engem, mint nagymamát, az fogott meg, mint édesanyát, hogy mikor azt mondja a Baradlainé, hogy azt nem engedhetem, hogy a három fiam hazájától elidegenedjék. Istenem, ebbe segíts meg engem, hogy ezt ne engedjem meg. Hát ennél gyönyörűbb, ennél modernebb mondat, ugyanis ebben az időben az egyik fiú kint van a cári Oroszországban, a másik Bécsben van, a harmadik katonatiszt. Akkor ugyanaz, aktuális darab. Abszolút, soha ilyen aktuális nem volt, ahogy a gyerekeink, unokáink szétszélednek a világban. Az nem baj, ez a világ rendje most. Csak egy anyának azt mondani, hogy a hazájától, Magyarországtól ne idegenedjék el, hogy azt ott őrizze a szívébe. Hát ezt a mondatot elmondani, ez a Jóisten ajándéka nekem is. Hazamentek az unokáim, és a nagyobb 12 éves elővette a könyvet, ami nehéz és vastag, és elkezdte olvasni. Mert a fiatalok gyönyörűek a fiúk is vívnak, és gyönyörűek a lányok, és az egésznek ott van az a világa, ami a világon a magyarság mindig szétterjedt, és máshol volt, osztrák-magyar monarchia, és egyáltalán a történelem.
Na, de az anyai szív az mindig visszahívta őket. És az mindig ott lesz, és várja őket. Beszéljünk egy másik klasszikus darabról is, Móriczról, a Nem élhetek muzsika szó nélkül. Ebben is többek között Esztergályos Cecíliával igen, játszanak együtt. Igen, vagyunk, igen. Meg Császár Angélával, mi vagyunk a három öreg lány, aki a fiatalokat össze akarja békíteni. Ez enyhén szólva modern előadás, de a közönség szereti, és mi nagyon szeretünk együtt játszani, együtt a Császár Angélával és a Cilivel, így kerültünk először össze, és nagyon jó, mert a Cilinek a fantasztikus energiája és dübörgése. Én meg nagyon szeretem a Süket Minát, mert ez olyan, hogy minél jobban szidják a Minát, annál jobban úgy tesz, vagy tényleg úgy tesz, hogy köszönöm, hogy így megértesz, Zsani, engem, és már igaz, hogy nem oda kellett volna tenni, ez nem, hogy jaj, de jó. De ez akkor egy hálás, egy vicces szerep, szereti a közönség igen, ezeket. Szereti a közönség, és én is szeretem. És közben mindenki megtartja maga karakterét. Olyan nagyon csinos és jókedvű öreg lányok vagyunk, mind a hárman. Milyen más darabok vannak, vagy melyik az, ami még a szívéhez Jókainak, közel áll? Igen, Jókainak a Bolondok grófja. 6. éve játsszuk. Ez egy olyan érdekes, hogy nem nagyon játsszák. Utoljára az én tanárom rendezte Pártos Géza, Isten nyugosztalja a Madách Színházban, és megbukott. És amikor hallottam, hogy ezt fogjuk csinálni, hát hogy lesz? Annyira Almási Sándor a Bolondok grófja, és olyan erős, erőteljes fiatal színész a lányommal együtt végzett Zsámbéki osztályba. A színházak az egyik húzó ereje a fiatalságból, hogy igazából neki is, és a többi kollégának köszönhető, hogy ez ilyen erősen működik, ez a Bolondok grófja. Szereti a közönség. Ádám Tamás rendezte Ádám ezt a darabot. Ádám Tamás rendezte, igen. A Zserbó Tangó, ami ugye tavasszal várható, majd ez a közös produkció, ugye Esztergályos Cecíliával, lesz még más premier? Én nekem ebben az évben ez a premierem van, mert igazából ami nagyon szívem csücske, és jó időnként az otthonból kirepülni, Béres Ilonával a Szkalla lányok, Örkény István Macskajáték című kisregényéből, nem a darab, Berényi Gábor átírta a Szkalla lányokra. Ez olyan, mint egy kis házi koncert. És befogadott minket először a Nemzeti Színház, Vidnyánszky Attila a Bajor terembe, és most pedig a Pesti Új Színházban, Pesti Színházban vagyunk, a régi Nemzeti Színházban vagyunk, a Sinkovics terembe. És mi az Ilonával ott játszottunk először a Csütörtöki Hölgyekbe, és azt mondtuk, hogy egy osztályba jár jártunk a főiskolán, hogy lehetne folytatni. És ez volt a folytatás, a Szkalla lányok. Hát nagyon szépen köszönöm, művésznő, hogy itt volt velünk, és akkor további jó készületet és szép előadásokat kívánok. Én köszönöm, hogy itt lehettem, fogom figyelni a Bonum televíziót, és örülök, hogy találkoztunk. Én is örülök.